Bár ezen a felvételen annyira nem látszik, sőt, talán az árvakelés az, ami jobban előtérbe kerül, de igazából így gyulladt anyán a nyírségben már sorol a repce. Az a repce, ami többek között vulkánagrós tápanyag technológiával szeretné elérni az 5 tonna per hektáros átlagtermést. Amikor legutóbb itt jártunk, még a kalászosok lábon álltak és várták a betakarítást. Most, szeptember végéhez közeledve, ismét Vázsonyi Lászlóval beszélgetek a vulkánagrótól. Gribek Dani vagyok, tartsatok velem! Olyan komoly kártételt okoz a pocok, a sáska járáshoz lesz hasonló, hogy nem fogunk tudni termelni. Ez sokkal nagyobb probléma, mint hogy Ukrajnába bejön mondjuk, mit tudom én, néhány százezer tonna gabona. Ez a sok termény egy helyen, ez meg fogja találni a piacát. A kereskedő abból él, hogy eladjon, profitot realizáljon rajta. Ők is keresik ezeket a csillapítókat, hogy merre fele vigyék, mit termeltessenek. Egy direkt vetett repce 3 nap alatt kint volt. 3 nap. A minimum tilbe 5-6 nap volt. Ez ma az összefogásnak a következő 2-3 éve lesz. A sokkal több meghallgatni, sokkal több videót, podcastot, utána olvasni, megnézni, beülni a kocsiba, elmenni gyulatanyára, ott hogy csinálják, és ebből jó tapasztalatokat leszűrni, és valamelyik más úton elindulni. Hát néhány hónap elteltével újra itt vagyunk gyulatanyán. Ugye június-július fordulóján ugye itt a kalászos betakarítás előtt voltunk már itt a nyírségben, és akkor is elmondtuk, hogy az itteni kísérleti technológiában a vulkánagró különböző termékei, részben komplex technológiája, az már részét képezi az itteni gyakorlatnak, és hát a kukoricában nincs ez másként, sőt, lehetett látni a Facebook oldalatokon, hogy azért, ha jól tudom, az talán csemege kukorica volt, igen szép állományok fejlődtek itt gyulatanyán. Ugye a kukoricáknál, ugye, amit te is láttál, ugye az a csemege kukorica már komplett technológia volt, itt ezek a 23-25-26 tonnás hektárra visszavetített termésmennyiségek, ezek azt gondolom, hogy ezen a talajtípuson, ezzel az agrotechnológiával, ez amit a gyulatanyán rendelkezésre, ez egy nagyon szép eredmény. De ha már itt említetted ezt a búza, árpa történetet, amikor először találkoztunk, ugye annak az eredményei se voltak rosszak, mert azért azt lehet mondani, hogy ott a több fajtánál, amikor a hozammérő mutatott folyamatosan, hogy miket lehetett látni, akkor a 9-től a 14,5 tonnáig mutattak ezek a számok, amire azt gondolom, hogy lehet építkezni. Ott beszálltunk egy meglévő technológiába idén tavasszal. Itt a kapásoknál kukorica, cukorrépa, napraforgó, viszont már komplett technológiát viszünk. A komplett technológiának a csemege kukoricában láttátok az eredményét, a búzáknál pedig, meg az árpánál, ott meg azt gondolom, hogy azt ott 1-2 tonnát tudtunk hozzátenni, ez egyébként nem olyan rossz technológiához. Beszélgetünk arról is, hogy egyébként miket látsz a határban, mik a legnagyobb problémák ma a magyar agráriumban, mert hogy azt gondolom, hogy van ezekből bőven, és hogy milyen adott esetben megoldásokon lehet egyáltalán gondolkodni, de egy picit még maradjunk a technológiánál, és mondjuk akkor a kukoricánál. Azt a csemege kukoricát, azt milyen technológiával lehetett itt elérni gyulatanyán? A csemege meg az ára kukoricát nem vettük külön. Alapvetően olyan technológiát próbáltunk ide hozni, ez nem titok, ez egy folyékony MPK-t használtunk itt nagy dózisban, kicsit nagyobbat, mint egyébként, amit szoktam javasolni a termelőknek. Költségben azért ezzel azt lehet mondani, hogy egy másfélszeres költség, mint hogyha valaki szilárddal menne, vagy egy hagyományos folyékony műtrágyánkat használná, de az eredményeket próbáltuk meg oda tolni, hogy figyelemfelkeltő legyen. Ami érdekes, hogy idén, hogyha már ezt nézzük, akkor ugyanezt a technológiát el van vetve a repce, majd gyertek, nézzétek meg, lassan vetik a búzát, ott már teljes egészében azt a költségszintet, ugyanez a folyékony műtrágya, ugyanez a 3 lombkezelés, nagyon sok kén használat fog megvalósulni a repcében is és búzában is, de ott már teljes egészében azokat a dózisokat fogjuk beállítani, amit bármelyik termelőnek, bármilyen talajtípuson fogok javasolni, plusz-minusz 1-2 liter, 10-20 literre kevesebb több, de összességében ő ezt megvalósíthatja. A repcébe 5 tonna az elvárás ebben az évben, a búzában a 10 tonna,
Ez azt jelenti, hogy repcében lesznek olyan táblarészek, ahol szerintem 6-6,5 tonnát el fogjuk érni, a búzában pedig én azt gondolom, hogy akkor lennek majd elégedett, hogyha 15 tonna fölé menne néhány helyen a hozammérő a kombányba. De visszatérve itt a kukorica, napraforgó, cukorrépa, itt árukukoricában, itt az Andrással beszélgetve ő 13-15 tonnát vár száraz súlyba, napraforgóban 4 tonna fölött szeretnénk lenni. Ezen a nyírségi savanyú homokon, ezzel a csapadék viszonnyal azt gondolom, hogy ez meg kell nézni a környéken, ki mit vág, ez nem Nyugat-Magyarország, ezek nagyon jó termés átlagok. Miközben mindegyik növény nyereséges lesz. És a következő időszakban, amit te is kérdezted, hogy mit látok keleten, nyugaton, délen, északon, ott minden esetben a meglévő klimatikus körülményekhez, gépekhez, talajtípushoz, gazdasági mérethez próbálom azt beállítani, hogy nyereséges legyen. Lehet, hogy ezt 7 tonnás kukoricával lehet elérni, lehet, hogy 10 tonnás búzával, de nyereséget kell tudni termelni. És pont erre a költségszintre akartam rákérdezni, hogy például a repcén. Ugye azt mondtad, hogy itt a repce esetében már valamiféle olyan technológiát állítottok be, amit szinte mindenhol tudnál ajánlani. Nyilván egyértelmű, hogy nincs két egyforma gazdaság, de akkor ugye vontál gondolom egy átlagot. Ez akkor milyen költségszintet jelent? Hát tápanyag oldalról tudom megmondani, mert aztán a növényvédelemben azért még rettentő sok a kérdőjel. De mivel folyékony műtrágyával megyünk, itt 500 literre mentünk hektáronként egy alapfolyékony MPK-típusú műtrágyával, lemeszeztük a táblát, mert ez egy savanyú homok, ezt láttuk is korábban, hogy bármennyire laza kötöttségű a talaj, annyira letömörödik, hogy egyszerűen kell valami talajjavítót beletenni. A lomtrágyáknál meg azt gondolom, hogy körülbelül egy ilyen repcén egy ilyen 25 ezer forintnál többet nem költünk el, a nitrogént pedig meglátjuk, hogy mennyire kell túltolni. Egy biztos, hogy folyamatosan fogjuk a leveleket nézegetni, hogy hogy áll tápanyag szintben, és ehhez eldől, hogy mondjuk 3 mázsa, 4 mázsa, 5 mázsa nitrogént fogunk kitenni, illetve azért azt meg fogja határozni, hogy mennyi lesz a csapadék februártól mondjuk májusig, hogy kell-e még tolni igazából tápanyagot, vagy ennyi tápanyagnál több már visszafele fordítja a növényt, aszályt okoz neki, nem fog beépülni, és így tovább. Nem ideálisak a körülmények, azt tudni kell, hogy itt is a repcét keresztöntözéssel lehetett egyáltalán kikeleszteni, és az az igazság, hogy ez ma az ország jelentős részében így van. Azok az augusztusi csapadékok után olyan száraz időjárás van, hogy sok helyen járva most jelen pillanatban az országot, el van vetve a repce, vagy még várnak egy-két napot, ahol elvetették, ott nagyon vontatottak el, és ahol pedig vetni fogják, ott azt gondolom, annak már több mint 50%-át nem fogják mégse elvetni. Nagyon szárazak a talajok, ha nem tudják öntözni, akkor szinte lehetetlen, csak a repce helyett lesz egy másik növény. Ez a klímaváltozásnak az eredménye, hogy a repce kikopik egyre inkább, és szerintem be fog 150 ezer hektárra szorulni Magyarországon. Ugye sok vagy kevés, vitát lehet róla nyitni, egy biztos egy jó elővetemény, egy jó növény lenne, hogyha tudnánk mondjuk bőven 4 tonna fölött termelni, és az ára sem ez a mostani 140-160 ezer forint között lenne, ez egy jó növény lenne. Ha nem lesz, akkor helyette nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy mi jöjjön be a vetésszerkezetbe. Itt megpróbálunk mutatni egy nyereséges repcét. Már említetted a klímaváltozást, és néhány perce tartottál egy előadást a Gyula tanyára összegyűlt gazdálkodóknak, és ott a klímaváltozással kapcsolatban hoztál fel egy igen égető problémát, ami a Délalföldön, azt hiszem, hogy most minden gazdálkodó nézőnk talán bólogatni fog, ez pedig a pocok. Én 4 vagy 5 éve találkoztam Algyő környéken először olyan pocok kártétellel, ami már nem az, hogy bosszúságot okozott, hanem komolyan elgondolkodtatta a termelőt, hogy hogyan tovább. Most tegnap nem voltam Orosháza környékén, de egészen elmentem Hunya, szinte Debrecenig, és azt lehet mondani, hogy ez a probléma, ez már ott, itt ilyen magasságban jelentkezik, vagyis ha most megnézem ezt hektárban, ez ilyen 500-800 ezer hektárnyi vetés területnél olyan komoly kártételt okoz a pocok, amelyeknél már a kinmaradt árvakelések teljesen le vannak csupaszítva, egy-egy csattanómaszlag van a táblán, több kilométeren keresztül semmilyen növényt nem látni, az elvetett magot megeszi, olyan mennyiségű kártevő van a talajban, amit egyszerűen mondjuk egy méreganyag kitételével nem lehet orvosolni. Szóval, ha ez a pocok így húzódik északra, és azt gondolom keletre is, és nyugatra is, és nem lesz normális tél, ha maga a talajművelés az segíti a pocok állomány növekedését, akkor ez a sáska járáshoz lesz hasonló, hogy nem fogunk tudni termelni. Ez sokkal nagyobb probléma, mint hogy Ukrajnába bejön mondjuk, mit tudom én, néhány százezer tonna gabona. Úgyhogy
Ez egy ilyen történet. Lenne rá javaslatom egyébként, hogy mit kéne csinálni. Kíváncsi vagyok. Hát én azt gondolom, hogy mondjuk ezt az egész talajműveléses rendszert, ezt az alföld kiszárítását, ezt azonnal be kell fejezni. Szóval vannak olyan esetek, ahol ha tovább szaporítjuk ezt a pocok állományt, akkor nem fogunk tudni termelni. Egy víz kell a talajba, elő kell venni néha az ekét összességében, a vízgazdálkodásunkat olyanná kell tenni, hogy a csatornákba álljon víz, és lehet, hogy ezeket mondjuk segíteni kell mondjuk a szakmának írtani a pockot, akár le is lehet őket fertőzni. Szóval ez a pocok mennyiséggel nem fog tudni a termelő egyénileg megbirkózni. Az pedig, hogy az egyébként is kiszáradó alföldön a nagyon gyenge termés átlagok. 4,5-6 tonnás kukoricákat vágnak Dél-Magyarországon. A 1,5-2,5 tonnás napraforgó az 5-6 tonnás búzáknál. Ha még bejön egy pocok kártétel, akkor fölteszi a termelő azt a kérdést, hogy egyáltalán minek csinálja ezt az egész agrárimot. Ez tuti veszteséges, hogyha ennél még ebből eltűnik 2-3 tonna egy-egy ilyen növényből, akkor nem éri meg termelni. A tudománynak kell ott állni, hogy ezzel megbirkózik. És ez már nem az egyéni termelőnek a felelősségén múlik, és a lehetőségein sem. Ez kormányzati segítséggel, a kamarának, az egyetemeknek, bárminek a segítsége kell, hogy ezen túl tudjunk lendülni. Ez óriási probléma. Itt egyetlen egy gondolatodra, itt a hektár felületén muszáj reagáljak, és szerintem sejted is, hogy mire akarok, ez elő kell venni az ekét javaslatot, hogy éppen akár Gádoroson, akár Szeged melletti gazdálkodókkal is beszélgettem, akik adott esetben a mintil rendszer mellett igenis tudnak a pocokkal is mit kezdeni. Adott esetben ugye elmondják, hogy egy no-till náluk azért nem valósítható még meg, mert hogy abban azért nehezebb, vagy inkább azt mondom, hogy hosszabb távon lehet a pocokkal bármit kezdeni, de adott esetben egy jelentősen csökkentett talajművelés az tud segíteni a pocok állománynak a csökkentésében, hosszú távon pedig egyébként ugye van olyan gazdálkodó, aki már helyez ki odút, mezővédő erdősávot készít, tehát az nyilván adott esetben 5-10-20 éves távlatokról is beszélhetünk. Én nem azt mondom, hogy csak az egy megoldás, hogy mondjuk össze kell szedni őket, vagy meg kell mérgezni. Egy biztos, hogy a probléma az sokkal komplexebb ahhoz, hogy mindenki évtizedekig a saját útján próbálkozzon, hogy jobbra vagy balra. Mert jelen pillanatban, nem, ha termelnék 8-9-10 tonnás búzát, és lenne a búzára 80-90 ezer forint, akkor azt mondom, hogy egy-egy tonna nem hiányzik. A jelen pillanatban 4-4,5-5 vagy 6 tonnás búzák, ez a 50 forint körüli nem is értékesítésen, a ajándékozási szerződésekkel kereskedések, ezek összességében ezt már nem tudják elviselni. Szóval, hogy nem lehet jelen pillanatban ezt azt mondani, hogy a termelő oldja meg önmaga, mert kitenni mondjuk irtószereket, az olyan hektár költsége van neki, ami megoldhatatlan. Szóval, hogy az kigazdálkodhatatlan. Akkor azt fogja dönteni a termelő, hogy maradjon ugar. Szóval, hogy akkor be se veti ezt. Minek vesse be, hogyha ha kise kell, ha úgy leritkul az állomány. Nem az én dolgom ezt megoldani, próbálok segíteni egy-egy termékkel, hát ha mondjuk ha begázosítjuk a táblát, akkor mondjuk nem ezt a táblát fogja szeretni, de ezek azt gondolom, hogy ilyen időszakos megoldások. Egyébként ezekre a termelőknek azért próbálok segíteni valamit. Ezt a gázosítást például kénnel kell elképzelni? Megpróbálunk granulát kénezni ezeket a táblákat, igen. Ez a granulát kénez, hogyha sekélyen van bedolgozva, akkor ez gázosodik, és mivel nehezebb, mint a levegőjén, az azt gondolom, hogy ezek a talajt megülik. Ezek jól működnek mondjuk a talajban lévő lótetű bármilyen ellen, ami a talajban mászkál. Ott azt mondják, hogy ezek jól működnek, lényegesen visszaszorul a kártétel. Nyilvánvaló, hogy néhány száz négyzetméteres fóliában működik. Most megnézzük, nagyon sok száz kiló kénnel ezeken a táblákon, hogy egyébként is kénhiányosak ezek a táblák. A növényeknek ez a fehérje olajtartalma és maga a termésmennyiség is kevés, a kénre szükség van. Hát ha van neki egy ilyen másodlagos hatása, hogy amelyik táblán egy ilyen kéngázban úszik, akkor átmegy a másik táblára. Nem egy humánus megoldás a szomszédra átterelni ezt a sok pockot, de megpróbálunk egy olyan életkörülményeket teremteni neki, amiben nem szívesen mozogott. Nem tudok többet tenni, mert nekem ennyi lehetőségem van. És akkor talán az utolsó témánk lehet az, amit itt már felvetettél, és én is nagyon sok esetben hallom ezt gazdálkodóktól, sőt ugye a Hektár Nagy Ágyú podcastban is felvetődött, az ugaroltatás, az őszi vetéseknek a teljes elengedése, és beszélgettünk itt az interjú elején, hogy te is belefutottál nem egy gazdálkodónál abba, hogy ezen gondolkodnak. Ugye azt lehet mondani, hogy 2 hónapja minden nap másik
értékesítő kollégával az ország minden részét bejárom, leülök, kicsikkel, nagyokkal beszélgetek. Eszméletlen sok ötletet, alternatívát láttam itt ez az elmúlt 200 tárgyalás vagy beszélgetés közben. Látom itt azt, hogy nagyon sokan átmennek ez a bio, csinálunk valamit, de alapvetően elvetünk, gyomírtunk, szárzúzunk, és most nem akarok növényt meg termelőket mondani, látom ezt is, csak a támogatásért csinálok valamit. Látom azt is, hogy a saját vetőmag visszavetése, semmi műtrágya, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Látom azt is, aki alapvetően azt gondolja, hogy 10-20 ezer forinttal olcsóbb egy műtrágya, akkor ugyanazt megcsinálja, mint idáig, pedig szinte minden növénye veszteséges volt. Szóval sok mindent lát az ember, a kedv az nagyon elmegy. Szóval az, amikor az ember dolgozik egy egész évben, és a végén azt lehet mondani, hogy az se jön vissza, mint amit beletett, akkor nagyon nehéz azt mondani valakinek, hogy de itt egy újabb ötlet, és akkor, hogyha ezt megcsinálod, akkor nyereséges lesz, de küzdeni kell. Szóval neki is küzdeni kell a termelőnek, mert nem lehet mindent eladni, gépet, telephelyet, földet. Valamit kell benne csinálni, és a döntéseket most kell meghozni, mert a vetésszerkezet kialakítja az ő, vagy a tavaszi vetésszerkezetet. Most, amit nem teszek a talajba, azt már nagyon nehéz állományba tenni. Ugye egyik szemem nevet, mert azt mondom, hogy ha nem teszed bele a talajba, akkor majd elfújkálod lomtrágyaként, fejtrágyaként ezt a történetet, de a hasznosulása, az a töredéke annak, mintha a láb alatt lenne a növénynek. Ráadásul, ha most azok a tápanyagok, amelyekből a talaj kiürült, vagy amit a talaj nem szolgáltat, azt most nem javít valaki rajta, akkor a későbbiekben ez fejtrágyaként belemosatni a talajba szinte lehetetlen. Ráadásul, amerre az egész Európai Unió ez a klímaváltozás miatt próbálja terelni a termelőket, hogy egy hatóanyagot nézzünk, hogy a nitrogént tedd a talajba, és ne a levegőbe párologjon el, vagy váljon ammóniává. Szóval ehhez viszont most kell költeni. Most kell eldönteni, hogy 200-300-500 ezer forintos önköltséggel fogok termelni, menet közben már ez azt gondolom, hogy már ilyen kapkodás lesz. Szóval nagyon nehéz beszélgetéseken vagyok túl, de én azt gondolom, hogy ami az előző évekhez képest változott, az, hogy sokkal többen keresik az útjukat. Szóval a korábbi években a hagyományos, néhány más a komplex, néhány más a nitrogén, aztán hadd szóljon. Most az van, hogy ez a technológia, ez nem működik. Ezért van az, hogy mondjuk a legtöbb nitrogén műtrágya a nagy gyárak udvarán vannak. Szóval azt nem vette meg nyáron, és ezért elkezdenek gondolkodni. Ezért van az, hogy lényegesen kevesebb komplex műtrágya vagy DAP-MAP fogyott alapvetően, mert azt már eldöntötte, hogy így nem akarja csinálni. Még nem tudják, hogy hogyan, várnak egy vezetőt, aki oda megy, megfogja a kezét, és az ő arcára ír egy technológiát. Sokan azt mondják, hogy Laci, csináljátok, próbáljuk meg, és most már nem 5-10 hektárokról beszélünk, hanem valamikor egyszerre 1000 hektárokon álljunk át egy másik technológiára. Szóval azt gondolom, hogy kellően gyors vagy kellően lassú, szerintem még nem kellően gyors, de ez egy óriási lépés. Én azt hiszem egyébként, hogy ez bekövetkezik 3-4-5 évvel ezelőtt. Hogy nem egy ukrán gabona helyzet, ez a klímaváltozás fogja ezt kiváltani, hanem a termelő hosszú távon lát, és nem kell ekkora sokkot kapnia, a sok az kiváltott ezt. Hogy kellően sokan lépnek-e bele, ebbe szkeptikus vagyok. Szóval kellően sokan, még azt mondom, hogy nem bíznak abban, hogy mondjuk a szakma az többet tud, mint az, ami valaha 10-15 év ezelőtt működött. Szóval nem a hagyomány, hogy valaha egyszer működött, hanem azért rettentő sok a fejlesztés. És én azt gondolom, hogyha a termelő elhiszi azt, hogy egy jobb fajta az többet tud termelni, akkor abban is hinni kell, hogy egy jobb hatóanyagforma, egy jobb összetétel, egy szakma, a tápanyag vagy talajvítás oldalról sokkal többet tud hozzátenni. Talajjal kell foglalkozni. Ha csak úgy mérnek meg egy céget, hogy az A vagy a B vagy a C lomtrágya működik, hát azért az nagyon-nagyon kevés. Ma nem ez fog megoldani egy problémát. El kell kezdeni beletenni azt, ami hiányzik a talajból. Ha egy picit arra kérnélek, hogy tekints a következő hónapokban, mondjuk egy évre, akár termény szinten, akár input oldalról, ha árakat nézünk, akkor mit tudnál mondani? Van bármi pozitív egyébként, amit látsz? Én ha nem is a pillanatot akarom igazából uralni, hogy akkor most ez eladni vagy tartani, be fog-e jönni keletről, vagy bárhonnét igazából mondjuk, ha egy terményt nézem, én azt nézem a gazdasági folyamatokat. Ez az inga tavaly a termény oldalról egy extrém magasságokba lengett ki. Mindenki megideologizálta, hogy nem termett annyi, de nem termett annyi Magyarországon, de termett Lengyelországban. Az inga mégis egységesen kilengett. Ez egy hirtelen kialakult háborús helyzetre, és egy veszélyt érzett mindenki, hogy nem lesz.
majd az inga visszaleng, és most szerintem azon a ponton vagyunk, ahol extrémen visszalengett lefele. Én azt gondolom, hogy ha a normális közgazdasági folyamokat nézzük, akkor ez az inga vissza fog állni. Ugyanez történt a nitrogén műtárgyák piacán. Extrém magasságokba kilengett 300-400 000 forint, stb. Visszalengett 100 000 forint alá, és most tartunk egy 27-es nézzük, 130-140 000 környéken. Szóval az inga leng, és egyre nagyobb csillapító erők hatnak rá, hogy már 200 000 forintért nem akarja senki megvenni, 100 000ért meg az Európai Unióból hordták volna ki, még akár Dél-Amerikában is a műtrágyát. Szóval ez a nyugalmi pontja, és ehhez képest egy műtrágya lehet 10%-kal több, 10%-kal kevesebb, amerre a gázár esetleg mozgatja. A termény oldal is ugyanezt gondolom, hogy ez a sok termény egy helyen, ez meg fogja találni a piacát, a kereskedő abból él, hogy eladjon, profitot realizáljon rajta. Ők is keresik ezeket a csillapítókat, hogy merre fele vigyék, mit termeltessenek. Én azt gondolom, hogy lesz még egy fél év, egy év nehéz időszak a termény oldalról, mert az lényegesen több szereplő és több szereplőt kell összehangolni, de be fog állni egy, szerintem egy újabb egyensúlyi helyzetre, és mondjuk a Magyar Agrárium megint lesz neki egy 5-6-8 szerintem nyugalmi éve, amikor profitot lehet termelni rajta, amit az, ha megnézzük az elmúlt 15 évben, hogy milyen értéknövekményt ért el mondjuk egy termelő, akkor lehet, hogy most 2-3 évig azt mondja, hogy a nulla környékén kering ez a gazdaság, és nyereséges lesz. Én azt gondolom, hogy nem szabad mindent felborítani, és hátat folytani a történetnek, türelmesnek kell lenni, lehet egy picit költséget csökkenteni, új utakat keresni. Amit látok, és azt gondolom, hogy szerintem egészségesebb, ha a vetésszerkezet diverzifikálódik. Szóval a nagyon szűkre összehúzott vetésforgóban, ez a búza, kukorica, napraforgó helyett azért megjelenik, szokorában is elmondtam, egy durum, egy mák, egy Alexandria herét hallottam most igazából szépen. Szóval sok olyan növény, egy borsóból több van, szóval elindul ez a 800 hektár napraforgó helyett, csak mondjuk 400 van, és 200 hektár más, bejön egy kis cirok, bejön, nem tudom megmondani, hogy kinek mi, de az, hogy 6-7-8 növényen áll egy gazdaság, és nem hármon. Nem ugyanazon a hármon, amin áll Ukrajna is összességében. Én ezt tudom javasolni most, ahhoz pedig, hogy egy-egy új növény bejöjjön, az új technológia kell, ki kell választani, melyik talajtípust szereti igazából, annak hogyan legyen alapvetően növényvédelme, stb. Ezt meg beszélgetni kell. Legalább a szomszéddal, ha jól csinálja, ha rosszul, akkor inkább beszélgessünk egy szakemberrel. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy az, ami ingyen van, az a beszélgetés, a tanács, a hogyan csinálnád, egy technológia. Aztán mindenki elég értelmes, ugyanezt mondtam az előadáson is, elég értelmes ahhoz, hogy eldöntse, hogy te vagy én vagyok hitelesebb ebbe a történetbe, vagy bárki más, és megpróbál vele együtt dolgozni, részben egymáson számon kérni, egymásnak adatot adni. Én azt gondolom, hogy ez ma az összefogásnak a következő 2-3 éve lesz. A sokkal több meghallgatni, sokkal több videót, podcastot, utána olvasni, megnézni, beülni a kocsiba, elmenni Gyulatanyára, ott hogy csinálják, és ebből jó tapasztalatokat leszűrni, és valamelyik más úton elindulni. Más úton elindulni egy talajművelésben, egy sávművelésben, egy no-tillben. És hogyha csak egy mondat itt a zárókép, hogy kint voltam Szlovákiában 2 hete, ott 400 hektár repcét láttunk a kollégáinkkal direktvetéssel, és azt lehet mondani, hogy volt, ami a minimum tilben volt elvetve is direkt, egy búza után, tiszta dimdomba tábla, és ez az a Kisalföld északi részén volt, ugyanolyan száraz, mint a Kisalföld, egy direkt vetett repce 3 nap alatt kint volt. 3 nap. A minimum tilbe 5-6 nap volt. Szóval az ember lát olyan dolgokat, amikor azt mondja, hogy menjünk el és nézzük meg, kérdezzük meg ő, hogy csinálja. És ő sem úgy kezdte, hogy 400 hektárba azonnal megjött a történet, de az első 2-3 év hibáját már azért nem kell nekünk elkövetni. Be kell ülni, kérdezni kell, menni kell, utána járni. Én ezt javaslom mindenkinek most, úgyhogy hajrá! És akkor lehet jönni Gyulatanyára is rendszeresen.